Jelenleg Pilismalókon található az Erdély mentőcsoport mentésben résztvevő része. Ez Budapestről észak-nyugatra, mintegy 40 km-re található. Itt a védekezés folyamatosan folyik, most éppen egy vihar előtt kell lefóliáznunk a gátrendszert, hogy nehogy szétázzon, mivel ez egy friss gát, és ennek nem tenne jót az, hogyha ha egy eső megáztatná. Miben tudtak eddig segítkezni az Erdély mentőcsoport önkéntesei? Miben vettek részt a mai nap folyamán? Az Erdély mentőcsoporttól érkezett emberek a tapasztalatukat már itt kamatoztatni is tudták a homokzsákolással, ami lehet, hogy úgy hangzik, hogy nem egy szakfeladat, de azért ezt jól csinálni nem egyszerű. És itt azért elég sok zsákot meg kell mozgatni, ebbe ők bekapcsolódtak tevékenyen. Volt-e más feladat is? Láttam, hogy például azokat is biztosították, akik a vízben vettek részt a homokzsákok elhelyezésében. Természetesen itt előfordultak kicsit veszélyesebb helyzetek, ahol a gát egy kicsit meggyengült, azt búvár technikával a víz felől meg kellett erősíteni, és ezeket a személyeket, illetve akik éppen a gáton tartózkodtak, őket biztosítani kellett folyamatosan, hogy egy esetleges beesésnél vagy megcsúszásnál ne történjen komoly probléma. Itt minden jel arra mutat, hogy titáni munka zajlott, és most egy kisebb szünet következik. Itt körülbelül hány homokzsák került elhelyezésre? Szerintem százezeres nagyságrendekben mérhető, de ez több százezer. Megmerném kockáztatni, hogy esetleg millióról is beszélhetünk, tehát borzasztó sok zsák.